Összesen 163 millió forintnyi energetikai fejlesztés történt Rózsaszentmártonban, részeként annak a 2 milliárdnyi beruházásnak, amely az utóbbi 10 év alatt zajlott le a településen. 26 millió forintból újult meg a művelődési ház és könyvtár, a gondozási központ épületét 28 millióból modernizálták, s a labdarózsa óvoda épülete is barátságosabb lett 13 millió forintból. A Móra Ferenc általános iskola is korszerűbb energetikai szempontból, erre 95 millió forint támogatás érkezett. Mind a négy hőszigeteléssel és nyílászáró cserével járó nagy projektet egyszerre adták át, és két másik az oktatás minőségi feltételeit javító program zárását is most ejtették meg. A vizes blokk került felújításra, illetve két tanterem, ennek az összege mintegy 20 millió forint. Emellett szintén európai forrásból került megvalósításra és a mai napon átadásra 7 millió forint értékben laptopoknak a vásárlása, illetőleg interaktív táblák az osztálytermekben. Az ünnepélyes szalagátvágást az iskola előtt a falu vezetőjével együtt Szabó Zsolt államtitkár végezte. Kívülről új ruhát kapott az iskola, új ablakokkal, új nyílászárókkal, sokkal szebb lett az épület, mosolygósabb, a gyermekeink is ettől jobb kedvűek, ez egy nagyon fontos tényező, és hát ne felejtsük el, hogy a TIOP-on belül a pedagógusi kar olyan számítógépes eszközöket kapott, ami a munkájukat segíti. Ha egy iskolát felújítunk, a jövőbe vetett hitünkről teszünk tanúbizonyságot. Azok a gyerekek alkotják majd a jövő nemzedékét, akik ma ide járnak. Ők vigyáznak ránk, ha idősek leszünk, és ők építik tovább az országot, fogalmazott beszédében a térség országgyűlési képviselője.